Spolupráca s firmou prebieha na dvoch úrovniach. A céggel való együttműködés két szinten zajlik. Elsősorban növényzettel kapcsolatos tanácsadást nyújtunk. A további együttműködés pedig egy olyan képzeletbeli temető megtervezésére irányul, amely jelenleg virtuális, mint ahogyan láthatják. Így az ügyfelek elméletileg bejárhatják, kiválaszthatnak egy adott típusú kolumbáriumot, illetve megtekinthetik a zöld növényzet alkalmazásának lehetőségeit. A virtuális kert vizualizációján keresztül próbáltuk bemutatni, hogy mindez lehetséges, illetve a kolumbáriumok esetében egy kis területen is össze lehet kötni a temetkezést a zöldesítéssel. Momentálne ste mohli vidieť ukážky rozmiestnenia hrobov kolumbári rôznych. Példákat láthattak a különféle méretű és formájú kolumbáriumok, illetve a növényzet elrendezésére egy általunk tervezett képzeletbeli temetőben. Tehát az ügyfél jobban el tudja képzelni, valójában mindez hogyan nézhet neki. Akoby to mohlo v skutočnosti vyzerať, ak sa vie takto aj poprechádzať v tom projekte. Tak samozrejme je to v podstate jednotný design. Alapvetően a forma egységes, így a látvány is kedvezőbb. Jednotné a príjemnejšie na pohľad. Predpokladáme, že by bolo dobre pre klientov aj nakoniec zriadiť. Célszerű lenne, ha az ügyfelek részére létrehoznának egy olyan bemutató területet, ahol reálisan is szétnézhetnek, szemügyre vehetik a felhasznált anyagokat, a növényzet alkalmazásának lehetőségeit. Futónövények, olajfák, élősövények, évelő virágágyasok, vagy például a most nagyon népszerű rétpázsit alkalmazását szerettük volna bemutatni, tehát a kevesebb karbantartást igénylő zöld növényeket, melyek részben képesek megmaradni akár öntözés nélkül is. Épp ezért szükséges különös hangsúlyt fektetni a növények megfelelő kiválasztására. A klasszikus temetőnövények helyett előnyben részesítjük a kevésbé igényeseket, amelyek valóban képesek ellenállni az éghajlatváltozásoknak, így a növényválasztásban is ehhez a tényhez kell igazodnunk. Na tých plochách cintorína sa musíme prispôsobiť výberom rastlín tomuto trendu.